csaknem 45 ezer futó gyűlt össze a Tiergarten Parkban, a Brandenburgi kapu tövében, hogy elinduljon a világ leggyorsabb pályájú főmaratoni versenyén. A világ több mint 130 országából érkeztek futók az eseményre, köztük három mosonmagyaróvári atléta is. A fél csapatnak nem sikerült bejutni idén. Itt mögöttem, akik ülnek, ők a szerencsések, mert most hárman együtt megyünk. Nem igazából az eredmény érdekel, hanem maga a hangulat. Ja, nekem most egyetlen célom van a teljesítés. A Strucz futóklub elnöke Takács László 2:42.59-es egyéni csúccsal a negyedik helyen végzett a korosztályában. Ezzel abszolút a 405. lett, és a második helyezett magyar az induló atléták között. Szerintem nem tudom ezt figyelni. Vagy azt mondtam, még lehet ennél jobb. Ez azt is jelenti, hogy Takács a teljes világelit 1%-ához tartozik, és idén a világ negyedik legjobb maratoni futója korosztályában. Az autóban még szerint mondta, hogy milyen jó a futóversenyben megállni. Akkor már itt támasztanok is állok. A másik két mosonmagyaróvári futó is sikeresen teljesítette a távot. Princz Ákos az 5251. helyen érkezett célba. Hát jobbra gondoltam, három körül, de nem maradtam az ilyen. Élet első maratoniára sorsolással került be Vince Csaba, aki végül a 12.986. lett a versenyen. Amikor a célhoz beértem, hát az fantasztikus érzés volt, meg az egész verseny, tehát egy fantasztikus élmény volt. A férfiak mezőnyében történelmi világcsúccsal Eliud Kipchoge győzött. Az olimpiai címvédő ideje 2 óra 1 perc 39 másodperc lett. A hölgyeknél a szintén kenyai Gladys Sherono győzött.